szinte nem volt olyan település a térségben, ahol ne jelentek volna meg tömegesen vasárnap a harlekin katicák, amik valószínűleg a kellemes idő miatt bújtak elő téli rejtek helyeikről. Sok helyen a házak falait teljesen belepték, sőt volt, ahol a lakásba is bejutottak. Bementünk, találtam egy katicát az ágyon, nekiálltam söprögetni gyorsan, elszállt, terelgettem ki, míg a gyerekek szóltak, hogy legalább 50 katica belül az ablakba, mert valahogy be, be és akkor porszívó. Ez voltak éppen nem olyan, hogy egy-egy darab volt, hanem milliószám, millió szám, Ezt a falon lehetett volna látni végső soron, amikor, mert ezek mászkáltak falon mindenen, levegőben mindenhol. Azért mondom, akkor a tömegében volt ez, hogy ilyet én nem tapasztaltam még. Elhullott rovartetemek emlékeztetnek az invázióra, a katicák csak úgy hemzsegtek a levegőben. Ezen a lovastanyán is rajzottak a rovarok, a tulajdonos azt mondja, dolgozni sem lehetett tőlük. Egész délután rajzottak, onnantól kezdve, hogy úgy tényleg kisítött a nap, és egészen addig, amíg el nem ment a nap, tehát mondjuk olyan 5 óra fel eltűntek el, és Hát a lovakat olyan szinten zavarta, hogy rájuk szálltak, gondolom én, hogy csipkették őket, mert, mert itt a porba fetrengtek. Ezen kívül látható volt, hogy a fülükbe próbálnak úgy belemászkálni, a szemükbe mászkálnak, és gondolom ott inni szerettek volna úgyhogy zavarták őket egész délután, meg se álltak, nem is tudtunk velük dolgozni. A harlekin katicák esetenként csíphetnek, és van, hogy allergiás tüneteket is kiválthatnak, de a rovartól önmagában nem kell tartani, őshonos rokonaira viszont annál nagyobb veszélyt jelent. A hazai katicafajokra a két és a hétpetyesre jelentenek olyan szinten veszélyt, hogy teljesen kiszorítják a hazai fajokat az élőhelyéről. Az emberre nézve így ilyen szempontból különösebb veszélyt szerintem nem jelentenek. Hazai katicáknál is előfordul, hogy, hogy ilyen szárazabb időszakban az ember emásznak, és valószínű folyadék után kutatva ilyen csípésszerű kellemetlen érzést váltanak ki, de ennek semmi különösebb hatása nincs. Erre valószínű ők is képesek, ettől nem kell megijedni. Ez a faj kesernyi és bűzös váladékot is termel, aminek köszönhetően szinte nincsen természetes ellensége.